Williams Televízió. Március végén országos diák olimpiának adott hont vecsés. A sportrendezvényről Seres Attila, a vecsési ökölvívő szakosztály elnöke részletesen nyilatkozott televíziónknak. Március 23 és 26 között kerül megrendezésre az ökölvívók országos diákolimpiája, amit a Magyar Diák Sportszövetséggel közösen rendezünk vecsésen a Grassalkovics Általános Iskolában, ez a régi nevén a Falusi Iskola. Milyen korosztályban indulhatnak a gyerekek a diákolimpián? Serdülő és junior korcsoportban rendezik ezt a versenyt, a serdülők a 13-14 évesek, a junior korcsoport pedig a 15-16 éveseket jelenti. A vecsési színeket kik fogják képviselni? 12 versenyző fog indulni vecsésről, 8 fiú és 4 lány, korcsoport szerint pedig, ha elosztjuk, akkor 4 serdülő és 8 junior versenyzőt fogunk indítani. A selejtezők március 23, 24 és 25-én délután 3 órakor kezdődnek, a döntők pedig 26-án reggel 9 órától folyamatosan zajlanak. És a rendezvény díjmentes, tehát nem kell belépőt fizetni, így örülnénk, hogyha minél többen eljönnének és szurkolnának a vecsési gyerekeknek.